Harmadik alkalommal rendezték meg 8 csapat részvételével a Városrészek gyermeklabdarúgó tornáját a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban. A sporteseményen részt vett Forgách Róla Dornyai, a Sályi Kodály Zoltán tagiskolája, a Gagarin a Bagyosaljai Általános Iskola, az Acélgyári útról a Petőfi, az Uzoni, valamint a Zagyvaróna és a Zagyvapálfalva fiú és leány csapata. Elsősorban sportolási lehetőséget biztosítunk azoknak a város széli gyerekeknek, akik normális körülmények között nem tudnának bejutni ide a Városi Sportcsarnokba, nem tudnának ilyen kultúrát körülmények között futballozni, csak a város széli dühöngők jutnának nekik, de úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek is egyenrangúak azokkal a gyerekekkel, akik jobb körülmények között vannak. Nagyon jó mérkőzések vannak, tehát látszik, hogy a gyerekek szívüket, lelküket kiteszik a pályára, és örülnek, hogy itt a Városi Sportcsarnokban mérhetik össze tudásukat. Elég színvonalas meccseket láttam eddig, azt gondolom, hogy egy-két játékosból még akár profi futballista is lehet a jövőben. Minden évben úgy tűnik, hogy egyre színvonalasabb mérkőzések zajlanak a pályán. Nagyon élvezik, úgy látszik, a fiúk fölkészülnek előre erre a mérkőzésekre, hiszen a téli pihenőben talán ez az első olyan lehetőségük, hogy nagyobb tornán vagy formát megmutassák, hogy miket tudnak, vagy mennyit kell még felkészülni, és miből. A mérkőzések között a Gagarinos Pompomos Lányok műsora szórakoztatta a nézőket. A fiúk mellett az Zagyvapálfalvai iskola leány labdarúgó csapata is szépen helytállt a tornán. 1,5 éve focizok, hát testvéreim is fociznak, meg nekem azt tetszik ez a sport, járunk 60-ba, Apcra, meg sok helyre, itt is szoktunk sportcsarnokba, Pesten is voltunk már. Mindig szeretünk idejönni, főleg télvíz idején, mert ilyenkor azért elég kevés a foci lehetőség, bár mi járunk azért Heves megyébe futszal bajnokságra több korosztállyal is, de ez a plusz mérkőzés nagyon jól jön fiúknak is, lányoknak is, tehát nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Még az elején vagyunk a tornának, a lányoknak azért természetesen erős, izmos fiúk kell, itt a gyakorlás a lényeg. A fiúkkal eddig 7-ből 5-ször megnyertük ezt a kupát, most rezeg a léc. A Városrészek gyermeklabdarúgó tornáján a Forgách Somjó csapata győzött. Az ezüstérmet a Bagyosaljai, míg a bronzot a Sályi Petőfi Sándor tagiskolája nyerte. A foci tornán a Zagyvapálfalva csapatát erősítő, de nagypályán az SBTC-ben futballozó Olá Sebastian 1 évvel korábban próbajátékon vett részt Hollandiában, Dzsuzsák Balázs korábbi klubjánál, a PSV Eindhovennél. Ugye be kell töltenem a 14 éves kort, az augusztus 13-án lesz, és ha betöltöttem, akkor szerintem értesítik a menedzseremet, a Zolit, és átadja, és egy nyári táborba megyünk fel megint Pestre, és felmérik a fejlődésemet, és utána megyünk ki Hollandiába. A külföldi és a magyar labdarúgó klubok edzés módszereiben felfedezhetőek különbségek. Amikor itt csak a edzés elején cicázunk, kapra lövünk, minden, és ott már annyi a kop, hogy ott már egyből egy az egy ellen, 2-2-ben, 3, utána jött a rendes edzés, a bújásodatotok kemények voltak, 100%-osan kellett menni az edzéseken, sokkal keményebbek voltak, meg jobbak. Itt is jó edzéseket kapok a stécétől, mert szerintem a edzőm eléggé jó megyében, és itt is lehet fejlődni, azért is jöttem ide, és szerintem ezzel a erőséggel szerintem kint is megbírnám állni a helyemet. Ez az év tehát nagy változásokat hozhat a fiatal középpályás labdarúgó Olá Sebastian karrierjében, ami a legjobb esetben egy külföldi szerződést jelenthet.